Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Ebben a rövid videóban az Android alkalmazás komponenseivel fogunk megismerkedni. Ez egy elméleti videó lesz, itt le fogjuk tenni az alapokat, az elméleti alapokat, és egy kicsit később fogunk a gyakorlat mezejére lépni. De mi is az Android alkalmazás komponensei? Az Android platformon egy alkalmazás több különböző típusú komponensből épülhet fel, amelyek közül egyet is elég az alkalmazásnak tartalmaznia. Az egyes komponens típusok különböző célt szolgálnak egy alkalmazáson belül, és legfontosabb jellemzőjük, hogy egyedi felületet biztosítsanak, amelyen keresztül a rendszer el tudja indítani őket. Fontos még kiemelnünk, hogy nem minden belépési pont érhető el közvetlenül a felhasználók által. Egy Android alkalmazás képességeit legegyszerűbben úgy érthetjük meg, ha megvizsgáljuk a tartalmazott komponensek típusát és szerepét. Az Android négy fő alkalmazás komponens típus támogat, amelyek eltérő életciklus modellel rendelkeznek. Ezek közül már megismerkedtünk az Activity-vel. Az Activity-nek is van életciklus modellje, erről még nem volt szó, ezt majd egy másik, alapos, részletes videóban fogjuk megbeszélni. Ezek az életciklus modellek definiálják a komponensek létrehozását és megsemmisülését. Nagyon fontos megértenünk tehát az egyes komponensek működését, életciklusát, hogy megfelelő alkalmazásokat tudjunk később majd fejleszteni. Az Android alkalmazás komponens típusai a következők. Activity, ezzel már találkoztunk, Service, Content Provider és Broadcast Receiver. Az Android alkalmazás ugyanabból a komponens típusból több komponenst is tartalmazhat. Minden komponens különböző feladatokat lát el, és bármelyik komponens önállóan is aktiválódhat egy alkalmazáson belül anélkül, hogy a többi komponenst ez befolyásolná. Emellett az is gyakran előfordul, hogy egy másik alkalmazásból aktiválódik az alkalmazás valamelyik komponense. Minden Android alkalmazás rendelkezik egy úgynevezett Manifest XML állománnyal. Erről már beszéltünk. Ebben az alkalmazás képességei, engedélyei, valamint komponensei vannak felsorolva. A Manifest állománnyal majd egy kicsit később, sokkal részletesebben fogunk foglalkozni. A felsorolt négy komponens közül a legfontosabb az Activity. Az Activity a legtöbbször használt alkalmazás komponens. Saját, önálló felülettel rendelkezik, de tipikus, hogy egy alkalmazáson belül több Activity is található, amelyek különböző, jól elhatárolt célokat szolgálnak, de együtt adják az alkalmazás teljes funkcionalitását. Az Android lehetőséget ad arra, hogy egy alkalmazás elindítson egy másik alkalmazásban található Activity-t, így a platform kellő rugalmasságot és átjárhatóságot biztosít az alkalmazások között. A második építőkő a Service. A Service komponens egy hosszabb ideig a háttérben futó feladatot jelképez. Legfőbb jellemzője, hogy nincs különálló felhasználói felülete, de természetesen indíthat Activity-ket, vagy megjeleníthet más felugró felületi elemeket. A rendszer alapértelmezetten is több különböző szolgáltatást futtat a háttérben, ez biztosítja a megfelelő működést, a háttérben futó funkciókat. A tipikus funkciók, amelyekkel szolgáltatásokkal szokás megvalósítani, a következők. Háttértartalom szinkronizálása, pozíció használat, nyomonkövetés, zenelejátszás vagy éppen nagyobb tartalmak letöltése. Az Android platformon a szolgáltatások szerepe rendkívül fontos. A fejlesztésük azonban nagy körültekintést igényel, mivel a háttérben futó képességük miatt könnyen írhatunk olyan alkalmazást, amelyik feleslegesen nagy adatforgalmat generál, vagy éppen túl gyorsan fogja lemeríteni a készülék akkumulátorát. Ezért mindig nagyon oda kell figyelni, amikor szervizeket készítünk. A harmadik építőkő a Content Provider komponens. A Content Provider komponens tartalomszolgáltató komponensként értelmezhető, amelynek feladata egy adatforrás kezelése és az adatforrásra vonatkozó kérések kiszolgálása. A komponens összetettsége abból ered, hogy az adatforrás bármi lehet, kezdve a készüléken lévő adatbázistól a weben keresztül elérhető RSS-ig. A Content Provider feladata tehát az, hogy a kérés intézők elől elfedje az adatforrás összetettségét és elhelyezkedését, illetve hogy a megfelelő sebességű kommunikációt bonyolítsa le az adatforrással, és az adatokat visszaadja a kérést indító fél számára.
Végül pedig a negyedik komponens a Broadcast Receiver. A Broadcast Receiver komponensnek az a feladata, hogy a különféle események hatására aktiválódjon és valamilyen feladatot végrehajtson. Az Android rendszer számos eseményt jelez broadcastok, azaz sugárzások formájában, amelyre fel lehet iratkozni a saját alkalmazásunkból is. Ilyen esemény lehet például az alacsony akkumulátorszint jelzése, egy elkészült fotó, vagy akár egy bejövő hívás is. A Broadcast Receiver jellemzője az, hogy nem rendelkezik saját felhasználói felülettel, hanem például megjeleníthet valamilyen figyelmeztetést, vagy elindíthat egy másik komponest. Az Android alkalmazások komponenseinek ismertetése után nézzük meg azt, hogy ezek az építő elemek, kockák hogyan tudnak egymással kommunikálni. Ehhez meg kell ismernünk az intent fogalmát. Az intent objektum az Androidon a szabványos háromféle alkalmazás komponens közti kommunikáció eszköze, továbbá a rendszer is ennek segítségével szolgáltat információkat a globális események bekövetkezéséről. Az intent eredete lehet Activity, Service, Broadcast Receiver vagy maga az operációs rendszer. A potenciális célpontok szintén ugyanezek a komponensek. Az intent nem más, mint egy Java osztály, amelyre passzív adatstruktúraként tekintünk. Késői, futásidejű kötést valósít meg az alkalmazás komponensek között. Az adat, amelyet hordoz, és így maga az objektum is mindig valamilyen esemény absztrakt leírására szolgál. Az intent sohasem közvetlenül adódik át a komponensek között, minden esetben az operációs rendszeren keresztül történik a kézbesítése, vagy maga az Android generálja valamilyen rendszeresemény hatására, vagy pedig a futtató környezet kapja egy komponenstől és gondoskodik a célba juttatásáról. Az intent koncepció egyik legnagyobb erőssége és egyben a platformok közti különlegessége is abban rejlik, hogy a megcélzott komponens nem csak ugyanazon a processzen belül lehet, ahonnan az intentet küldték, hanem más alkalmazás valamelyik modulja is címezhető ilyen módon. Ebből természetesen az is következik, hogy saját applikációnkat is felkészíthetjük máshonnan küldött kérése fogadására és kiszolgálására. Így az Android operációs rendszerre telepített alkalmazások egy nagy, lazán csatolt szolgáltatás hálózatot alkothatnak. A platform ezzel a mechanizmussal teremti meg a lehetőséget a gyári, előre telepített szoftverek lecserélhetőségére, hiszen egy harmadik féltől származó applikáció is képes lehet kiszolgálni bármilyen akciót igénylő intentet. A következő gyakorlati példánkban meg fogjuk nézni, hogy egy activity hogyan tud elindítani egy másik activityt, ugye mind a kettő egy-egy komponens az Android alkalmazáson belül, és a szándékot az intent objektummal fogjuk kifejezni az Android OS felé. Természetesen maga a témakör, az intent fogalma és a hozzá kapcsolódó ismeretanyagok jóval nagyobbak, mint amelyeket most átnéztünk, erre majd egy másik videóban külön ki fogunk térni. Végezetül pedig szeretnék egy könyvet ajánlani a videót hallgatók, nézők számára. Ez az egyetlen könyv, amely megjelent magyar nyelven az Android alapú szoftverfejlesztéssel kapcsolatosan. Szerzők a Budapest Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem alkalmazott informatika csoport munkatársai, amelyeknek köszönjük ezt a remek munkát és könyvet, ők már az Android első verziójától kezdve nyomon követik a platform alakulását. Mindenkinek javaslom, hogyha tudja, szerezze be ezt a könyvet, hiszen további részleteket olvashat az Android alkalmazás komponenseiről, és magáról az intentről is. A későbbiek során is ebből a könyvből fogok kiemelni pár elméleti hátteret, és majd utána megnézzük, hogy a Xamarin rendszerébe hogyan is kell ezt megvalósítani.